Szeretettel köszöntöm Önöket, Cigány Módszertan Tanulis Kutató Központ sajtótájékoztatóján. Igazából egy izgalmas nap elé nézünk, a Kutató Központnak az első kiadványát szeretnénk bemutatni, Tanuljunk Cigányul címmel. Ez egy hiányfordul kiadvány, nagyon kevés cigány nyelvkönyv létezik ma Magyarországon. Nagyon nagy öröm azt mondani, hogy Isten bennünket, cigány embereket olyan szinten megáldott, hogy kettős identitás tudattal lehetünk, és ez a kettős identitás tudat ez egy különleges gazdagságot is jelent a mi számunkra, hiszen egyszerre éljük meg magyar identitásunkat, és egyszerre éljük meg cigány identitásunkat. Szándékosan használom a cigány szót és nem a roma szót. Mohácsi Anikó egy olyan hölgy, aki gyökereiben hordozza, születésétől fogva, ő egy lovári cigány családba született asszony, aki nagyon nagy küldetéstudatot érez arra, hogy a cigányság kultúráját, hagyományát népszerűsítse, bemutassa a mai magyar társadalom számára. Kedves vendégeink, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Cigány Módszertani és Kutatóközpont megnyitó ünnepi alkalmán, illetőleg az integrációs források hatékony felhasználása című tudományos konferenciánkon. Nagy örömünkre szolgál, hogy Isten kegyelméből ezt az épületet birtokba vehetjük, és elindíthatjuk a módszertani és kutató munkánkat is a cigányság körében. Az a élet célunk, az a célkitűzésünk és a programunk, hogy bemutassuk Istennek a szeretetét, Krisztusnak a szeretetét a cigány társadalomnak és a cigányságnak, és találkozzanak Krisztussal, hogy semmi jót ne nélkülözzenek. Hiszük, hogy ez a kulcs alapvetően, és emellé aztán minden mást mögé tehetünk, ami szociális, oktatási, társadalmi felzárkózás és egyéb tevékenység. És nagyon örülök annak, hogy van egy módszertani és kutató központ, és az evangéliummal együtt nem akarjuk ráerőltetni se a többségi kultúrát a cigányságra, sem egy keresztény szubkultúrát, ami lehet, hogy nem is a kereszténységhez tartozik, csak valahol összekapcsolódott a kereszténységünkkel, a magyarságunkkal, vagy európaiságunkkal. Nagyon fontos, hogy a cigány embereknek úgy az ő kultúrájához, az ő szokásaihoz, az ő gondolkodásmódjához közeledjünk, hogy Pál apostol is azt mondta, görögnek görög, zsidónak zsidó. Azért, hogy mindenképpen némelyeket megmentse. És ez jó, hogy így tudhatjuk, és így állhatunk ehhez a munkához. Nagyon sok sikert kívánok a kutatóközpontnak is, a munkatársaknak is, azoknak, akik hirdetik az evangéliumot, akik végzik a szociális segítő munkát. Most pedig a legfontosabb, hogy Isten áldása legyen ezen a munkán, ezen az épületen is, az intézményen is, ezért kérjük Isten áldását. Egy megújult épület, egy megújult tartalommal. Én abban a helyzetben vagyok, hogy ennek az épületnek a sorsát kezdetektől fogva végig kísértem, hiszen itt lakok 100 méterben, és láttam a megújulást, illetve a különböző fokozatokat, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy ez milyen beltartalommal fog a közeljövőben megtelni. Nagyon fontos számunkra az, hogy a pünkösdi gyülekezettel, illetve valamennyi gyülekezettel nyilván, de a pünkösdi gyülekezettel együtt tudunk dolgozni a cigány misszióban, a város szociális koncepcióinak, elképzeléseinek a feldolgozásában. Ez nem véletlen, hogy ez a módszertani központ ide került, hiszen Drukó Albert és csapata már évtizedek óta fölkarolta ezt a területet, és ahogy jövőre évre folyamatosan eredményesebb a munka, látjuk az eredményeket, tapasztaljuk azt, hogy egyre több embert tudnak bekapcsolni a hit által is ebben a közös munkában. Ennek valóban a városlakossága és lakossága is látja a hasznát.
Jelenleg a Bünkösdi Egyház működtet nappali ellátószolgálatot, illetve étkeztetés, ami szintén a Békésvár szociális hálójában benne van, illetve az, amit a cigány misszió keretén belül művelnek, az egy olyan csodálatos dolog, és a megoldásnak az egyik lába, és igen erős stabil lába az, hogy a Bünkösdi gyülekezet fölkarolta ezt a területet. Rendszeresen együttműködünk, egyeztetünk, és ezáltal az a koncepció, ami elkészült, úgy tűnik, hogy le tudja tenni a város egész lakosságát. Én nagyon örülök, hogy ide került ez a központ, ezért is, mert a városon egy új létesítmény került, egy olyan feladat megoldására, ami országos jelentőség, országos szintű, és ennek ugye mégis adhat otthont. Már nagyon megérdemelték ezt ezen a területen dolgozók. Örülök azért is, mert a helyi lakosság, a helyi cigányság is nyilván további lehetőségeket kap arra, hogy bekapcsolódjon egyrészt a gyülekezet munkájába, másrészt pedig a Mozertani Kutatóközpont munkáján keresztül a cigány misszióban. Az országnak is egy nagyon hasznos központja lehet ez a terület. Gratulálok Albertnek és az egész gyülekezetnek ahhoz, hogy ezt elérték, hogy ez ide kerüljön. És Isten áldását kérem magára a létesítményre, a munkájukra a továbbiakban, és jó munkát kívánok önöknek. De nagyon fontosnak érezzük ezt a pillanatot, mint polgármester úr, mint pedig jó magam, azt tudom elmondani, hogy büszkék vagyunk erre a gyülekezetre, büszkék vagyunk erre az ingatlanra, hogy ezt az ingatlant milyen szépen helyrehozták. Nyilván nagy öröm ez, amikor azt látjuk békésüként, hogy egy ilyen szép, megújult intézménybe tehetnek örök azért, hogy a többek között azért, hogy a magyar-roma együttélés jobb legyen, és ezt meg tudom erősíteni én is, hogy Békés városában úgy gondoljuk, úgy gondolom, hogy jó magam is, hogy a magyar roma cigány együttélés az nagyon jó, úgy gondolom, az ország más pontjaihoz viszonyítva. És hát egy kicsit hadd terjesszem ki, ugye azt gondolom, hogy Békés megyében is nagyon jó ez a viszony, úgyhogy sikeres, gazdaságilag is sikeres működést kívánok az egyháznak, a missziónak. Köszönöm, hogy itt lehettem. Az a reménység van bennünk, hogy a Cigány Módszertan és Kutatóközpont munkája, illetve ennek a mai konferenciának a munkája ennél sokkal többet fog hozni. Nem csak szép szavakat, hanem tartalmat, olyan döntéseket, olyan új működési formákat, amelyek hozzásegítenek mindannyiunkat ahhoz, hogy tényleg hatékonyan, minden eszközt megragadva tudjuk segíteni a cigányokat a felzárkózásban, a kibontakozásban, abban, hogy az emberi méltóságukat megfelelő színvonalon megjelenjen és értékes tagjai legyenek a társadalomnak. Tisztelt Durkó Albert, tisztelt dr. Hecker Robert, tisztelt hallgatóság! Szívből köszönöm a Cigány Módszertani és Kutatóközpont és az Országos Cigány Missziós Központ megtisztelő meghívását szakmai konferenciájukra.
és köszönöm a lehetőséget, hogy videózőrekben tolmácsolhatom gondolataimat. Nagy örömömre szolgál, hogy a baptista, az evangélikus, a metodista, a pünkösdi és a református felekezetek kiemelt figyelmet fordítanak a mély szegénységbe süllyedő magyar cigányság megsegítésére. Ami tudományos munkánknak is az alapvetése, a szinergiára törekvő integrációs modell lenne az, ami gyakorlatilag a mi felfogásunkat, szakmai hitvallásunkat jellemzi, hogy olyan energiafajtáról beszélünk a szinergikus kifejezés kapcsán, amely mindazokat a részelemeket képes működtetni, amelyekre kiterjed. Tehát nem egyeseket, vagy valamelyeket jobban, másokat kevésbé, hanem egy rendszerben minden egyes részelemnek a mozgatására, működtetésére elegendő energiával rendelkező, ezt nevezzük szinergikus hatásnak. Egy emberi közösségben megjelenő értékek, azok akkor fognak összegződni, ha valóban mindenki az értékre figyel. Ha az értékekre fókuszálunk, nem az értéktelenségre. Főleg nem azokra a problémákra, amiket mások okoznak azért, nekem azért, hogy vagy az összefüggés, nem tudom, a saját értékeimet úgymond kibontakoztatni. Akkor jön be ez a törvényszerűség, hogy lehetek én önmagamban egyenként, akár csúcs teljesítményekre is képes, de együtt, ha az értékekre fókuszálunk, sokkal nagyobb értékek jönnek létre. Ez az integrációnak egy alaptörvényszerűsége. A konformitás az gyakorlatilag a csoportnyomásnak a valóságos akadálya. Csoportnyomás, amely engem el akar szakítani a belső meggyőződés kialakításának képességétől, és ehelyett valami egészen más motivációt akar a középpontba állítani. Mert úgy gondoljuk, hogy egyetlen egy út van, a kisebbség és a többségi társadalom értékeinek az összegzése. Ez az egyetlen út, amely járható. És éppen ezért szeretnénk leszögezni azt, hogy itt nem a cigány zárkozik fel a magyarhoz. Itt nincs valamiféle fölé alárendeltségi viszony, ahol valaki majd megmondja, hogy figyelj, itt tartok, és te légy szíves, igazodjál hozzám, mert én hozzád képest sokkal értékesebb vagyok. Nagyon fontos, hogy senki senkihez nem zárkozik föl, hanem egy új úton kellene elindulnunk, az egymásra utaltság útján. Amikor föl kell fedeznünk, hogy mi vagy együtt fogunk előre haladni, vagy sehogy. Nem tud senki szólóban, önmagában előre haladni. És az igazi fejlődés, a szinergiának az igazi kihívása az, hogy ezt az egymásra utaltságot, az egymásra utaltságnak ezt a tudatát erősíteni. Ez két dolgot jelent a gyakorlatban. Ilyen szinergia modelleken működő vegyes csoportokat kell létrehozni minden egyes programban, ahol csak lehet. És arra törekedni, addig egy program nem is induljon el, amíg nem ilyen vegyes csoportokban lesz, mert addig csak feszültséget, újabb feszültséget fogunk okozni, ahelyett, hogy segíteni. És a másik, hogy a közösen elért eredményeket is közösen kell kiaknázni. A következő szempont a tervezés, és talán ez a lényeg, az első kettő az voltaképpen a kiindulást jelenti. A probléma térképet, hogyha felrajzoltuk, akkor az alap dimenziókat kell meghatároznunk, így nyilvánvalóan a munka, a család, a kapcsolatok, a kultúra, az anómia, tehát a normasértésekre való hajlandóság és a mobilitás, ezek lehetnének a legfontosabb dimenziók. József Attila mondta, a dolgozónép okos gyülekezete, tehát az a kollektív bölcsességet kihasználni erre utazza a generáció. Mert minden tapasztalat arra utal, hogy ha közösen határozunk el valami, akkor annak a hatékossága biztosította. Világosan kell lássuk a szinteket, hogy mely beavatkozások érintik az egész közösséget, melyek a háztartást, melyek a családot, melyek magát azt a kapcsolatrendszert, amit nem őszintként azonosítok, és milyen beavatkozások érintik a nemi szempontokat, az életkori szempontokat, illetve a kisebbség-község kapcsolatokat. De a dolog attól mondjuk kihívó és attól szép, hogy azok a sikeres projektek, amik valamilyen módon ezeket a szempontokat mind figyelembe veszik. Ezek valamilyen módon, ha nem érnek össze, és nem alakítanak, nem hoznak létre egy ilyen komplex beavatkozási láncot, akkor sajnos nem fognak működni. Ez a dolog tényleg csak akkor működik, mintha egy karácsonyfán minden egyes disza helyén van.
hanem azt a civil társadalmat is figyelembe kell vegyük, adott esetben egyházat, más esetben önként a civil szerveződéseket vagy önkormányzatot, akik kvázi támogató jelleggel léphetnek fel a projekt megvalósítása során. A médiát feltétlenül mozgósítani kell, ez a egyik legfontosabb dolog, a pozitív média támogatás. És hát az alapüzenet ebben a körben nem kell különösebben hangsúlyozni, a remény legyen. Tehát ez egy rendszeresen fontos dolog. A remény az, ha mondjuk tudományosan akarom lefordítani, hogy önmagát megtestő jóslat. Ez egy fontos dolog. Tehát ha meg hiszünk, akkor ez egy időben meg is valósul. Ha nem hiszünk, akkor ez is nem fog megvalósulni. Itt egy folyamatos tanulásról van szó, ahol együtt kell a családnak tanulni a gyermekekkel. Tehát csak azok a megoldások eredményesek, és majd délután lesz a digitális középiskolában egy hasonló kezdeményezés, vagy itt a tanoda, a biztos kezdet program, amely folyamatosan ezt a lifelong learning process a teljes életkori spektrumot tudja terjeszteni, mert másképp nem fog menni. 89-90-ben, amikor megváltozott a rendszer, rengeteg ember munkanélkül maradt. És nem csak munkanélkül maradt, mert a munka az nem egy közgazdasági kategória. A munka az egy életkori kategória. Valakinek nincs munkája, nincs identitása. Nem tudja, mi az, hogy értelem az élet számára, és nem tudja továbbadni a gyermekei számára sem. Tehát a munkátlanság ilyen szempontból messze több, mint a puszta gazdasági aktivitás. És a szociális szövetkezet ez pont ezt adhatná vissza. Az értelmét az életnek egy munkatevékenységen keresztül, ami lehet, hogy a mokros lajos szempontjából pénzpazarlás. De egyébként nem pénzpazarlás, mert sokkal nagyobb pazarlás a deviancia, sokkal nagyobb pazarlás a prostitúció, a kábítószerezés, a húzogatás a játékgépeknek, és még sorolhatnék ilyen készen cselekvést. A munka ilyen értelme véve, tehát a szociális szövetkezetnek lehet egy nagyon fontos szervező központja. És ami nagyon fontos, az utolsó a távmunka. A távmunka azért nagyon fontos, mert ugye a mai infokommunikációs viszonyok között tökéletesen mindegy, hogy most én Békésben vagyok, vagy New Yorkban vagyok, hogyha itt van széles sávú internet hozzáférés, kinyitom a laptopomat, és tulajdonképpen ott van a világ központja, hogy én vagyok. Már 2010. január 1-től immáron a Társadalmi Megújulás Operatív Program, illetve a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program valamennyi prioritását kezeli. Véleményem szerint ebben a két operatív programban vannak leginkább azok a kiírások, pályázatok, amelyek a roma társadalmat akár explicit, de akár implicit módon megcélozzák. Az új Széchenyi terv esetében már az úgynevezett kitörési pontok köré vannak ezek csoportosítva, ami jelen esetben a tudomány és innováció, illetőleg a foglalkoztatási program. Az aktualitását természetesen az adta az egész előadásnak, hogy elfogadtuk a roma stratégiát, és mindig évek óta felvetődik az a probléma, hogy a roma integrációra fordított pályázati források nem jutottak, nem jutnak el a célcsoporthoz. A dedikált források felosztásánál pedig százalékosan behatárolták, hogy az adott kis térség, ha kapott x milliárd forintot, akkor 25%-os ESZA típusú forrásokra kellett, hogy fordítsa, 75%-át pedig ERFA-ra. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy 75%-ot kaptak betonra, és 25%-ot végre kaptak arra, hogy gondolkozzanak, hogy milyen tartalommal lehet ezt a betont megtölteni. És ez nagyon jó volt végre, hogy ezt a 25%-ot nem nagyon lehetett elsumákolni, akkor sem, ha önkormányzatokról és kistérségekről beszéltünk. Tehát hogy van az, hogy valamit kigondolnak, teljesen jól működő elméletben, és aztán 4-5 év eltelik, amire valami megvalósul belőle. Saját tapasztalatból beszélek, borzasztó nehéz a helyzetünk, akkor is nehéz lenne, hogyha ezt egy átlag faluban egy közreműködő és támogató önkormányzattal a hátam mögött kellene csinálni. De nem így van. Azokat a buktatókat, amiket itt az előbb egyébként már félig meddig kifejtett az ESZA program igazgatója, mi azt végig szépen bele is másztunk. Mi mindegyikbe, egytől egybe. Tehát jött az erőleg, elfogyott, a kifizetés késett, stb. Ezt nem kell, aki pályázott, szerintem mindenki tudja, hogy miről szól az egész. És akkor belegondoltunk, hogy most mi használunk a közösségnek, vagy átunk. Ezekhez a vidéki kis településekhez megint csak tapasztalati tény, nem jutnak le az információk.
Tehát megint szükség lenne egy szakértői hálózat kiképzésére és működtetésére, mely ténylegesen segítséget nyújtana a helyi kistérségeknek, illetve településeknek. És a legeslegfontosabb, megnyerünk egy pályázatot, lehet, hogy fantasztikus eredményeket érünk el, és akkor 12 és 18 hónap után pedig vége. És mivel ugye a helyiek nem rendelkeztek ezekkel az erőforrásokkal, amiket mi levittünk, ha ott vége valaminek, akkor vége van. És mi ugyanezt látjuk most. A CIMOK-kal az együttműködést mi valóban komolyan gondoljuk. És hogy miért gondoljuk komolyan? Egészen egyszerűen azért, mert ez az államtitkárság egyedülálló módon azt a fajta koordinációt igyekszik megvalósítani, ami egyébként nem könnyű. Ami ezen dokumentum a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia dokumentuma mentén kell, hogy megvalósuljon. Sem partnerként többek között ez a bizonyos új, régi új kutatóközpont és azok a protestáns, missziós munkatársak is partnerünk, akikkel szeretnénk egy olyan együttműködést megvalósítani, amelynek folytán pontosan azok a tereptapasztalatok, azok az inkoherenciák, amik nem kizárólagosan a kormányzati vagy szakminisztériumi inkoherenciákból adódnak, hanem adott esetben a tapasztalathiányból, vagy bizonyos értelemben ezen tapasztalatok nem ismeréséből. Úgy gondolom tehát, hogy ezért szükséges az együttműködés. Hiszen azt gondolom, hogy a protestáns cigánymissziós referensekkel, de úgy egyáltalán az egyházakkal való együttműködés történelmi ponthoz érkezett abban a vonatkozásban, hogy Balogh Zoltán személyében egy olyan államtitkárt tudhatunk az ügynek, aki személyében garantálja azt, hogy ez az együttműködés meg kell, hogy szülessék. Mert azt gondolom, hogy kötelességünk az, hogy a legtöbbet segítsünk azoknak, akiknek a legtöbbet tudunk használni. Ezekkel a gondolatokkal és szavakkal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és megerősíteni azt a szándékot, hogy az államtitkárságunk szakmai értelemben kapcsolatot és egy adott esetbeni megállapodást kíván kötni a CIMOK-kal a jövőbeni együttműködés reményében. Az első, ez a felzárkózás elvű fejlesztéspolitika, amely nagyon egyszerűen mondva annyit akarna részünkről, hogy oda menjen a segítség, ahol a legnagyobb a szükség. A kifejezetten nem kizárólagos célzás az ugye az Európai Uniós Roma Keretstratégiának egy nagyon fontos elve, hogy úgy célozzunk a romákat is érintő problémákra, hogy azzal ne teremtsünk olyan helyzeteket, amivel fokozhatjuk a kirekesztést, amivel mindenféle társadalmi indulatokat szíthatunk. Nagyon fontos, hogy összehangolt egymást kiegészítő fejlesztési programok szülessenek, ez ugye maga a komplexitás. Rendkívül fontos, Járóka Lívia is említette a bevezetőjében a területi célzás, ehhez rendkívül jó eszköz és nagyon praktikusan bevezethető, alkalmazható fejlesztések végrehajtásában a szegregátum térkép, vagy... Amivel gond van, amivel egy ilyen kutatóintézetnek viszont lehetne nagyon komoly teendője, a tervező munka során tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen nagyon kevés olyan független forrásból származó szakmai áttekintés tanulmány vizsgálat áll a rendelkezésünkre, amely megnézni azt, hogy ezeknek az felismert, értett, megértett, ezerszer elmondott problémáknak a megoldására tett kísérletek miért sikerülnek felibe harmadába, miért nem tudnak folytatódni, de egyfajta komplexitásnak nevezhetjük azt is, hogy ezek a programok úgy hajtódnak végre, hogy integráns módon épülnek be a hazai intézményi működésekbe, a hazai szabályozásba, és nem az az eredményük, hogy addig tartanak, amíg a programokhez tart. Még egyszer mondom, hálával és köszönettel tartozunk azoknak a közösségeknek és szakembereknek, még hogyha adott esetben nem is tudunk mindig melléjük állni a kellő súllyal az anyagiakat tekintve, hogy végzik ezt a feladatot és ezt a munkát. Köszönöm szépen! Én mindenképpen követendőnek tartom azt, hogy a döntéshozók, kormányzati szervek tudjanak róla, hogy a misszióban mi zajlik. Lássák az értékét, az elmúlt év hihetetlenül kiélezte ezt a kérdést, hogy keveset tudnak róla, hogy mi zajlik a misszióban és milyen értéke van ennek. Ilyen szempontból külön jól esett a kabinetfőnök asszony beszéde, illetve az államtitkár úr üdvözlete, illetve köszöntése is. Kell, hogy lássák a kormányban is, hogy,
Az evangéliumi közösségeknek van egy határozott törekvés arra, hogy a leszakadt rétegeket fölzárkóztassák, segítség, és ebben, ha kapunk legalábbis odafigyelést, az különösen jó dolog, de ha együtt tudunk dolgozni, gondolkozni, az pedig kifejezetten sikeressé fogja tenni a mi munkánkat is. Ezért próbálunk dolgozni a kutatóközpontban is.